Gyöngyösön találkoztak a Kárpát-medence történelem tanárai. Kovács Zsófia Spanyolországban készül a riói olimpiára. Madagaszkári makik érkeztek az állatkertbe. Jó estét kívánok, július 19-e van, ez az aktuális, már is kezdünk. 1998 óta 19. alkalommal rendezi meg a Rákóczi Szövetség a Kárpát-medencei történelem tanárok találkozóját. Gyöngyös immár 5. alkalommal házigazdája a magyarországi és határon túli tanárok többnapos továbbképzésének. Csáki Csongor, a szövetség főtitkára elmondta, a találkozó kiváló alkalmat ad a magyar-magyar kapcsolatok erősítésére is. Az 1956-os forradalom köré épül a Kárpát-medencei történelem tanárok találkozójának tematikája, ahová a szervező Rákóczi Szövetség magyarországi és határon túli tanárokat várt ez alkalommal is. Csáki Csongor főtitkár szerint a történelem tanároknak nem csak az ismeretek átadásában, hanem az identitás megőrzésében is kulcs szerepük van. Évről évre nagyjából 100-os nagyságrendben érkeznek a tanárok, úgyhogy ennek örülünk, hogy töretlen a népszerűsége a rendezvénynek, és hát nyilván az identitás és a magyar kultúra átadásában a történelemtanároknak kulcs szerepe van, ezért is tartjuk fontosnak azt, hogy ezek a tanárok találkozni tudjanak. Csáki Csongor azt mondja, a találkozón azok a szakemberek tartanak előadásokat, akik a történész szakma krémjét képviselik. Többek között az a Salamon Konrád, aki Németh László 1956-ban megjelent Emelkedő nemzet című írását helyezte előadásának középpontjába. Semmiféle restauráció, a forradalom nem akar, tehát nem akar visszatérni, nem csak hogy a kommunista rendszerhez, de a két világháború közötti rendszerhez sem akar visszatérni, hanem egy új, korszerű, demokratikus, nemzeti és szociálisan igazságos társadalmat szeretne Magyarországon. A találkozón több százan vettek részt, köztük határon túli történelem tanárok is. A marosvásárhelyi Benedek Zsolt szerint Erdélyben szinte alig tudnak foglalkozni az 56-os forradalommal. 56-os forradalommal Romániában, Erdélyben nagyon nehéz foglalkozni, mint történelemtanár. Ez teljesen a történelemtanárra van bízva, hiszen maga a tanterv az nem beszél ilyesmiről, tehát a gyerekekre a tanterv szerint ők nem tanulnak erről. Minden, amit tudnak, az úgymond tőlünk függ az, hogy mit tud meg a gyerek, hogy mit is jelentett 56 a magyarok történetében. A közel egy hetes továbbképzés során nem csak előadásokat hallhatnak a résztvevők, hanem kirándulásokon is részt vehetnek. Idén Egerbe és a Recski emlékhelyre látogatnak el a történelemtanárok. Nem károsította a hétvégi viharos idő a mátrai borvidék ültetvényeit. Itt csapadékhiánnyal küzdöttek a gazdák, így jól jött az eső. A vihar azonban jelentős károkat okozott Csopak-Tihany környékén, a somlói, valamint a kunsági borvidéken, ahol a termés közel 90%-a károsodott. Az átlagostól jobb termésre számítanak a térségben, de a gombabetegségek, a lisztharmat ellen védekezni kell. Ismét gyülekeznek az esőfelhők, pedig még alig száradtak fel a hétvégi vihar pocsolyái a szőlőben. A letördelt szálveszőket a lezuduló víz kisodorta a sorok végére, és a nagy sár miatt egyelőre nem lehet rámenni a területre. Négyzetméterenként 100 liter csapadék hullott a földekre, mondja a hegyközség elnöke, de szerencsére itt nem okozott jelentős károkat. Igazán nagy kárt ez a borvidékén nem okozott. Bizonyos szintig vártuk is a csapadékot, mert a szőlő is, még a területek mind csapadékhiánnyal küszködtek. Természetesen jobb eloszlásba, és ugye kevesebb vihar jellegű tevékenységgel. Tehát itt a vihar tevékenységeit emelném ki, ami kárt okozott bizonyos szintig, tehát megtépázta a szőlőfáit, nagyon sok hajtást letört. Az országban pusztító jégverés nem érte el a borvidéket, a csapadék pedig már hiányzott az ültetvényeknek. Így összességében segítette a szőlő fejlődését, tette hozzá az elnök. Ezért reménykednek a jó termésben. Jó szüret alatt természetesen a mennyiséget és a minőséget értem. Én bízom benne, hogy az átlagostól jobb termés eredményt érünk el. Hát a minőséget persze még az időjárás befolyásolja.
Talajmunkákat egyelőre nem lehet végezni, és a csapadék miatt a gombabetegségek is veszélyeztetik a termést. A lisztharmat és a peronoszpóra ellen védekezni kell. A szakember mindemellett bízik a felmelegedésben és a szellősebb időjárásban. Teljes erővel készül a riói olimpiára Kovács Zsófia gyöngyösi származású triatlonista. Edzőtáborokkal, felkészülési versenyekkel telnek a mindennapjai. Célja, hogy a legjobb formáját tudja hozni az olimpiai játékokon. Zsófi riói szereplését a gyöngyösi önkormányzat is támogatja. Az olimpiai felkészülés hajrájában van Kovács Zsófia, gyöngyösi származású triatlonista. Jelenleg Spanyolországban edzőtáborozik, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a legjobbját nyújtsa Rióban. Saját elmondása szerint még nincs csúcsformában, ezzel azonban nincs gond, ugyanis azt az olimpiára időzítik. Konkrét helyezést nem fogalmaztam meg magamnak. Szeretnék a mezőny első felében végezni, szeretnék jobban teljesíteni, mint 4 évvel ezelőtt, szerintem az menni fog, és szeretném mind a 3 számban a legjobbomat nyújtani, tehát úgy elhagyni a pályát, hogy tudom azt, hogy mindent megtettem, úgy a felkészülés során, mint a verseny során, és én akkor már boldog leszek. Bár Zsófi hosszú évek óta Budapesten él, a sportág alapjait gyöngyösen szerezte meg. A jobb edzési feltételek miatt költözött a fővárosba, ám mai napig emlékszik arra, honnan indult. A városvezetés is büszke rá, ezért a legutóbbi képviselőtestületi ülésen úgy döntöttek, 500 000 forinttal támogatják olimpiai indulását. Nagyon örültem neki, és nem számítottam rá, és nagyon szépen köszönöm a támogatást. És nem csak az anyagi részét köszönöm, hanem a gyöngyösi emberek támogatását is, mert azért nagyon sok üzenetet meg kedvességet szoktam kapni egy-egy verseny után. A triatlonistának nem lesz sok ideje az aklimatizálódásra. Augusztus 14-én utazik a csapattal Rióba, és kevesebb, mint egy héttel a megérkezés után, augusztus 20-án már versenyezni fog. Érdemes a Mátra térségében nyaralni, programokat szervezni, ugyanis rengeteg szabadidős tevékenységgel várják a turistákat. A Gyöngyös-Mátra TDM felkészült a vendégek fogadására, több helyszínen többféle programot is tudnak ajánlani. A napos időben a legtöbben szabadtéri elfoglaltságot keresnek, így jó választás lehet a kisvonatozás, szegvélyezés és túrázás. Gyöngyösen pedig az állatkert és a múzeum is várja az érdeklődőket. Várostérkép programajánló. Többféle kiadvány is megtalálható a Turinform irodában, ahol felkészülten várják a turistákat. Bár esős idő esetén is bőven akad látnivaló, napos időben azonban több program közül is választhatunk Gyöngyösön és a Mátrában is. 600 kilométer karbantartott turistaút már magába is egy jó program lehet, hogy főleg akkor, ha valaki ezt szeretné valamilyen szisztematikusan bejárni, de jó idő esetén, illetve hát félig meddig ez egy ilyen Jolly Joker, ha rossz idő esetén. Tehát az állatkert is egy nagyon kellemes program. Önmagában a túrázás is igazi kikapcsolódást nyújthat, és a nyári erdő szépsége is magával ragadó. Útközben pedig akár egy-egy kilátónál, várnál is megállhatunk szétnézni. Jó program ilyenkor még a várlátogatások, megnézni esetleg a Kékestetői kilátót, a Gajatetői kilátót, meglátogatni a Mátrában található különböző földvárakat. Mátrafüredre csoportosan ma is sokan érkeztek, ez a csapat Dunakesziről jött, akik most egy számukra új sportot fognak kipróbálni, méghozzá szegvéllyel fogják bejárni Mátrafüredet. Anyukám 60 éves, és már volt ilyen, nem itt, de volt ilyen túrám már ezzel, és azt mondta, hogy tök jó volt, úgyhogy kíváncsi vagyok én is. A csapat másik része terepjáróval indult útnak. Programból azonban városunkban sincs hiány. Az állatokat kedvelőknek jó választás lehet az állatkert, hiszen itt biztosan mindenki talál magának kedvenc kisállatot. A nyuszik is tetszenek, meg a lovak is. Ha pedig túl nagy a hőség, a gyöngyösi strandon is felfrissíthetjük magunkat. 5 gyűrűs farkú maki érkezett a gyöngyösi állatkertbe a Nyíregyházi Állatpark jóvoltából. A makik Madagaszkáron őshonos állatok, fokozottan veszélyeztetett fajnak minősülnek. 5 napja laknak a helyi állatkertben, és nagyon barátságosak. Akik ellátogatnak Gyöngyösre, nem csak velük, hanem a nemrégiben született dámszarvassal és kislámával is találkozhatnak. Én vagyok Julian, a legnagyobb király. Emlékeznek a Maki király híres mondatára a Madagaszkár című meséből? Aki kedveli a gyűrűs farkú makikat, mostantól a gyöngyösi állatkertben is találkozhat velük, ugyanis 5 napja ez az új lakóhelyük, és nagyon jól érzik magukat.
Csütörtökön érkezett hozzánk a Nyíregyházi Állatpark jóvoltából 5 darab gyűrűs farkú maki. Ugye ezek az állatok Madagaszkáron őshonosak, annak is a déli, délkeleti, délnyugati vidékein. Nagyon csökken az élőhelyük, ugye egész Madagaszkárnak, ezért fokozottan veszélyeztetett fajnak minősül. Nagyon örülünk nekik, hogy ide érkezhettek hozzánk, ugyanis tavaly november óta vártuk ezt a pillanatot, amikor is ugye a kifutót elkezdtük építeni, hogy így gyöngyösen is lehessen majd ugye a gyerekek nagy kedvencét, a Julien királyt látni. Az 5 fiú maki rendkívül barátságos, főleg ha banánnal, netán mazsolával kínáljuk őket. Gyümölcsöt és növényeket fogyasztanak. Megkértük a Nyíregyházi Állatparkot, hogy egy részletes tápláléklistát adjon nekünk arról, hogy ott ők mivel táplálták őket, hogy ez a folyamat ne szakadjon meg. Külön van gyümölcstáluk, külön van zöldséges táluk, és akkor vegyesen mindig az idén gyümölcsök ugye ezt szerepet játszanak. Most nagyon sok a görögdínje, sárgadínje, de ugye ezt kiegészítjük almával, banánnal, az ugye a nagy kedvenc, illetve a mazsola, amivel minden makit le lehet venni a lábáról. Emellett főtrist és krumplit is kapnak még. Szívesen a nyakunkba ugranak, és a simogatást is szeretik. Ezt persze a látogatók csak a kifutón kívül láthatják. Péntekig maradunk itt Mátraházán. Ma eljöttünk megnézni az állatkertet, és nekem a lovak tetszenek a legjobban, de a makik is nagyon aranyosak. Ám nem csak ők az új lakók a gyöngyösi állatkertben, mert nemrégiben kisláma és dámszarvas is született. A 2016-17-es bajnoki évadra készülő B-Bron gyöngyös férfi kerete összeállt, tudtuk meg Nagy Attila elnöktől. A csapat a munkát július 25-én, hétfőn kezdi meg a Dr. Fejes András sportcsarnokban. Remélem nem lesz még egy olyan sérülés hullám, mint tavaly volt, hogy rá fogunk erre kényszerülni. Próbáltunk úgy igazolni, hogy minden poszton hasonló kvalitású emberek legyenek, tehát hogyha egy-egy sérülés benne van, még akkor sem fog megtörni a csapat lendülete, de reméljük, hogy nem is lesz erre szükség. Igazából nem gondolom, hogy az ember külföldi játékos van, más játékot fog képviselni, illetve eltérő játékképet. Gyakorlatilag minden játékos azért igazoltunk, ha magyar, hanem ha külföldi, hogy ezen a szinten egy kimagasló eredményt tudjon elérni. Itt egy nagy feladat az lesz, hogy az edző ezt a csapatot tényleg csapattá, játékosokat, bocsánat, csapattá gyúrja. A klub vezetői reálisan elérhető célként a 6.-8. helyet tűzték ki a csapat számára. A szurkolóknak jó hír, hogy az új évadban a jegyárak és a bérletek árában sem tervez változást a klub. De az egyesület legfontosabb feladat az, hogy, vagy célja, hogy minél nagyobb nézőszámot tudjunk kihívni a meccsre, és minél több szurkoló biztosítsa a csapatot. Ennek érdekében sok gondolat van a fejünkben, elgondolkodtunk azon, hogy a jegyek árát csökkentjük, viszont a kiemelt mérkőzéseknek viszont egy picit magasabb árat fogunk szabni, még nem alakult ki. Augusztusban szerintem erre pontot fogunk tudni tenni. A csapat az első héten napi 2 edzéssel indul, majd hamarosan a felkészülési mérkőzések is sorra következnek. A programról részletesen napi információt a csapat weboldalán a gkk.hu-n olvashatnak. Hatályba lépett a munkatörvénykönyvének módosítása. Újdonság, hogy egyes dolgozóktól elvették a hétvégi pótlékot. A változásokat azért vezették be, mert az Európai Bizottság 2015 elején kötelezettségszegési eljárást indított a kódex miatt, mivel az több ponton sértette az unió munkaidő irányelvét, valamint egyéb más irányelveket is, amelyek például a munkavállalók kiküldetését és a várandós nőket érintették, írja a napi.hu. Idén 235.000 forint béren kívüli juttatást kapnak a nem pedagógus végzettségű nevelést és oktatást segítő dolgozók. Az első összeghez még a nyáron hozzájutnak, mondta Sipos Imre köznevelési helyettes államtitkár. A juttatás az állami intézményfenntartás rendszerében dolgozóknak jár, az Erzsébet utalványok kiosztását a jövő héten kezdik meg. A második juttatást ősszel kapják meg az érintettek. Most pedig nézzük, hogyan teljesítettek ma a budapesti értéktőzsde vezető részvényei. Délután 5 órakor a Magyar Telekom 446, a MOL 17.565, az OTP 6.618, a Richter pedig 5.798 forintba került. A tőzsde hivatalos indexe a BUX 27.384 ponton állt. Jönnek a nap legfontosabb hírei, még egyszer röviden. Kárpát-medencei történelem tanárok találkozója Gyöngyösön.
Kovács Zsófia Spanyolországban készül a riói olimpiára. Madagaszkári makik érkeztek a Gyöngyösi állatkertbe. Ezzel búcsúzom mára, találkozunk holnap is az aktuálisban, addig híreinket megtalálják a www.gyöngyöstv.hu oldalon. Minden jót, a viszontlátásra!